hogyha ok-okozati törvényről beszélünk, tehát hogy minden cselekedetnek, gondolatnak, érzelemnek következménye van, akkor nézzük csak meg, hogy mi a karma. Ugye sokan azt mondják, hogy hát azt mondja, ez a nagy sorscsapás, ez a nehézség, előző életek elkövetett bűneinek vagy tévedéseinek a következménye, ez most sújt engem, azt se tudom, hogy miért történik, tehát ezzel nincsen menekvés, nincsen kiút, hát biztos ez a karmám. Pedig sokkal-sokkal többről van szó. Mert nézd csak meg, az igaz, hogy ott van a mások ellen elkövetett, mondjuk akadályozó cselekedetek miatti szenvedés, ez tény. De ott van a mások iránti szolgálatnak és a szeretetnek a jutalma is, az is ugyanolyan karma, ugyanolyan következmény. Tehát amit elkövettél másokkal szeretetben, támogatásban, bátorításban, az is visszatér. Tehát az is karma, ha úgy veszed, ami segít, ami támogat, ami bátorít, és végül is a szeretet törvényének az a célja, hogy ráneveljen a szeretetre. Tehát, hogyha akadályozol másokat, akkor kínos úton tanulsz, hogyha pedig segítesz másokat, akkor fájdalom és szenvedés nélkül tanulsz.